Sziasztok! Ebben a videóban megtanítalak titeket, hogyan kell egy kaszát nyélbe tenni. Ha van egy új nyeled és egy új kaszád, vagy esetleg régi kaszád, akkor ebben a videóban megtanulsz mindent róla, hogy hogyan is kell nyélbe tenni, hogyan is kell memérni, hogy ne fogjon nagyot és kicsit, miként állítsuk be, hogyan faragjuk meg itt a végét, és meg fogom tanítani azt is, hogy milyen lyukat csináljál, hogy minden ez megtört. És természetesen a videó végére majd meg fogom mutatni nektek azt is, hogy hogyan verem meg én a kaszát, és miért nem így verem meg, hanem úgy, hogy nyélbe, mert nyélbe nekem könnyebb. És ha egyszer beállítottad jól egy kaszát, akkor azt mindig nehéz utána állítani, mert elmozdul, vagy esetleg meglazul, és akkor nehezebb utána állítani. Így mindig én nyélbe verem. Úgyhogy, ha tetszik ez a videó, akkor ne felejts el lájkolni és feliratkozni, és írd le véleményedet kommentben, és be is mutatnám a szerszámokat, amivel dolgozni fogunk. Először is egy fejszére, amivel megcsapod, egy késre, amivel faragsz, egy kalapács. Nekem a mi esetünkben van egy új ilyen pocok. Kicsi baltát hoztam csiszolni. Szükséged lesz egy szegre, használhatsz kicsi szeget is, vésésnek, vésőnek, tehát ez meg van így élezve, nem tudom mennyire látszik. És szükséged lesz egy madzagra, amivel majd innen a markótól fogsz mérni. Úgyhogy lássunk is hozzá. Először is kimérjük, hogy hogyan is szeretnénk a kaszát, hogy álljon, vagyis a mankó a kezünkbe. Én így szeretném, hogy álljon, ami azt jelenti, hogy akkor ezt a felét fogjuk itt megforogni, ahhoz, hogy a kaszánkat tegyük ebbe a részébe. De nem ezt a felét, hanem ezt a belső felét. Szóval így fog a mi kaszán kinézni. Ebből a feléből kell még egy kicsit. És most kéne valahogy bemérni a kaszát, hogy hogyan is álljon a földön. Tehát, amint magyaráztam nektek, így kéne nagyjából kinézzen. Úgyhogy a csapás az jól sikerült. Most következik, hogy mérjük is be. Így kéne kinézzen a kasza, és akkor minden a széllétől mérjük, és húzzuk a mankót. Tehát még egyszer, innen a széllétől, és ide a szélléig fordítsuk, és ide kéne kijöjjön nekünk. Most ha volna még egy kezem, hogy kopincson meg, nincs meg a kalapács. Megvan a fejszé. Jó. Még egyszer visszamérünk. Tehát ide és ide. Ide és ide. Talál. Rendben van.
És miért kell ezt tett ilyen szögesre? Azért, mert a kaszának az a kis bogyója, vagy bütykéje, az is ilyen szöges. Látjátok? És azért. És amint látjátok, készen is vagyunk. Fekszik. Tehát itt ez a lész, meg itt ez a része, meg itt teljesen a kaszán kell feküdjön. Nézzétek meg. Így néz ki a bogyója, és így néz ki. És ő így belefekszik. Remélem, hogy minél érthetőbb a magyarázat. Most következik, hogy feltesszük a karikát, és feltesszük a kaszát, és bele fogjuk most faragni a legújabb pockunkat, ami hát óriási, meg kell mondani. Nézzük meg a régit. A régi meg ugye az gyenge, úgyhogy az újat fogjuk belefaragni. Jelentkezünk, amikor kész van. Most tehát ennyire haladtunk, hogy megfaragtam ezt a pockot, és bepászítottam a kaszanyélbe. Lássuk most, hogy mennyit fog segíteni nekünk, mikor megmérjük a kaszát. Mindig a vágó élnek a sarkától mérjük, és egészen a vágó élnek a végéig. Úgy néz ki, hogy most kicsire van. Tehát akkor egy kicsit, egy picit megittunk rajta kézből. Utána pedig újraállítjuk. Így most jónak néz ki. Neki feszítsük valami pontos pontnak, és megpróbáljuk ütni most. Ütünk 3-4-et, újra leellenőrizzük, hogy vajon jól csináltuk-e. És igen, jól csináltuk. Úgyhogy még mehet egy kicsit. Ezzel most meg vagyunk. Leellenőrizzük. Rendben vagyunk. Most jöhet a kipockolás. Miután végeztünk, akkor megmutassuk nektek. Most tehát, miután megfockoltuk itt körbe, és ahol nyílások voltak, szépen be fogjuk tenni vízbe, hogy degedjen, de még mielőtt beletennénk, erősítsük meg a mankót, ilyen kicsi szegekkel, két oldalt meg fogjuk szegezni, azért, hogy ő elég fixen van, de hogy ne hújjon ki, ne essen ki. És akkor jöhet is a vízbetelés. Ez a kaszanyél rendbetelés, újbatevés videó, ez ennyi. De ne menjetek sehova, mert miután itten megkeményedik és megdeged a kaszanyél, pár perc múlva jövünk vissza a kaszaverésével.
No, jöjjetek félre! Jöjjetek félre, na, menj, kell dolgoztok! Félre, félre! Félre, félre, hama! Jöjjetek! Nos, amint látható, félig meg van már verve, ki van illezve a kasza. Már csak innen kell a végéig. Szükségünk van egy videás kalapácsra. Szükségünk van egy kemény vasra. Lehet az sínvas, vagy bármi más. És egy pokróc, amire lefekszünk. És az elején, mikor elkezdtem, akkor láthattátok, hogy milyen pozíciót vettem fel. Úgyhogy így néz ez ki. Hajrá, és sok kaszaillezést, kaszafenést, verést kívánok. Hé, hey, az a pokróc nekem kell. Nos, köszönjük szépen, hogy végignézted ezt a videót. Ne felejts el lájkolni és feliratkozni. És osszátok meg, hogy minél több ember tanulhasson meg kaszát nyílbe tenni és kaszát élezni fenni. Sziasztok!